Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifko Krisztián, alias Mujó. Olyan hirtelen kezdted, majdnem bele nevettem. Mi történt veletek az utóbbi egy hétben? Illetve ma, most vagyok túl a kovászos uborka eltevésen. Én már a második adagot megemésztettem, tehát most jön a harmadik vödör, amit fölbontunk. Azt megbeszélhetnénk, hogy milyen összetevőket raksz bele, mert én múltkori nagyi receptjét elfelejtettem már, és az internet az meg nem túl autentikus ilyen szempontból. Én csak simán olvastam egy könyvet a héten. A kovászos uborkáról? Nem, egy teljesen más dologról. Úristen. Beavatsz minket? Vagy... Ja, hogy tehát ez olyan volt, azt olvastam egy könyvet a héten. Charlie kérdezte, hogy mit és így láttam magam előtt, biztos valami koporsó volt a borítóján, tehát valami borzasztó, szomorúan volt. Nem, ez egy nagyon remek könyv, van egy amerikai író, Kevin Hearnének hívják, és egy nagyon érdekes urban fantasy sorozatnak a szerzője ő, Iron Druid címen fut a sorozat, és egy 2000 éves, még az ó Írországból hátra maradt druidáról szól a történet, aki egy darabig az utolsó élő druida korunkban, és az ő kalandjairól szól, és ennek jött ki most a hetedik része ennek a sorozatnak, és baromi jó volt. Előző hatról lemaradtam, úgyhogy most már nem kezdem el. Finoman. Nagyon olvasható, olvastatja magát, úgyhogy simán ráülhetsz, hogyha van egy kis időd. De ha fantasy, akkor ajánlom figyelmetbe, elindult az Under the Dome sorozat második évada, úgyhogy arra is rá lehet szuffanni, aki nagy Stephen King rajongó. Hogyne, most volt a második epizód. Azaz, még nem jutottam el az elsőig sem, úgyhogy ne spoilerezz. Nem illetve... spoilerezek, de van benne egy nagy félgöny. Aki még nem látta volna, van benne egy nagy félgöny. Illetve és egy üveg kovászos uborka. Azt nem mondjad, mert már... Charlie, a kovászos uborkának egyetlen egy titka van, állandó, tehát ezt felejtsd, hogy napra ki kell tenni. Persze, hát ez nem szabad. Meg üvegbe, meg nem tudom. Állandó hőmérsékleten kell tartani, olyan 20-25 fok között legyen. Igen, múltkor is ettől olvastam, lesz, hogy ezt akár még télen is lehetne. Így van, ettől lesz jó, semmi mástól. Ettől indul be a bugi? Nem, ettől nem fog lótyat lenni, nem fog szétesni, nem fog... Nyilván sózással az mondjuk nálunk az folyamatosan probléma, én nem szeretem, ha sós az asszony, az imádja, hogyha el van sózva. Tehát... Mert valakik itt mondtak nekem ilyet, hogy fokhagyma, de én még olyat nem ettem, csak ez a kapor, só és kenyér szent háromság. Nem, egyrészt, másrészt meg ki lehet hagyni a kenyeret, és lehet helyettesíteni egyszerű, sima, mezei, burgonya, azaz krumpli. És azt még utána meg is tudod enni, mert az pityókával. Is ugyanúgy... Mert bizony, az is ugyanúgy kovászos lesz, mint az uborka. Tehát még az is lehető. Mit teszel? Kovászos krumplit. Mint kovászos krumplit, igen. Jaj, de erről a mindenről jut eszembe. Múltkor kifelejtett, vagy nem jutott már szó a poncsóról. De akkor most... Tényleg. Hát figyelj, nem már gyerekek, hát ez a 22-es csapdája lesz. Ha az elején beszélünk poncsol, akkor nem fogja végighallgatni, úgyhogy a végén fogunk róla beszélni. Nem jó, mert most akkor egyből a végére fog tekerni. Hát majd akkor valahol a vége felé, csak úgy szépen elrejtjük. Jó. Vagy a közepén. Nem. Vagy a közepén. Vagy. Vagy lehet, hogy most beszélünk róla, de még nem beszélünk róla, hogy most beszélünk róla. Tekeri vissza. Már beszéltünk rólad. Ez egyébként a Párosító Podcast, nem tévedtek, nem vagytok rossz helyen. Nem, ez ma a Kovászoló Podcast. Kovászoló Podcast, igen. Hú, nagyon megkívántam. Mit szólnátok egy kis kovászos likvidhez? Azt úgy azért nem biztos, hogy... Figyelj, hát egy csomó dolog erjesztve is finom. Hát egy likvid erjesztve... Az erjesztett likvidről eszembe jutott az
égetett Seth és az égetett Seth és az Origen kazán kohéziója a találkozón, de ezt majd az adás egy későbbi részében említsük majd meg. Jó lesz, csak azt is említsd meg, hogy kinek a kazánjával basztatott. Jaj, te ki. Nem voltál ott már akkor. Nem. Na, ez érdekes lesz akkor, mert csak képeket láttál, semmit nem ad vissza az élményből. Akkor kezdjük el szerintem a szorosan vett adást, és rögtön, ugye Krisztián nagyon beígérte, hogy múltkor trehány volt, és most aztán neki áll a témának. Nem voltam trehány, kevés időző. Pont egy hét. Mi egy hét? Mindig egy hét van két adás között. Volt egy heted rá? Igen. Csak nem, a Krisztián nem úgy gondolta. A konferencia az nem az adásidő, az igazodik. Okos, a hétvégén volt előtte. Na, ez is elég nagy probléma. Na és mi volt a konferencián? Konferencián kérlek szépen emberkék mászkáltak és beszéltek, de publikálták ugye az előadások anyagait, úgyhogy végignézegettem őket, és a legérdekesebbeket kiszemelgettem, így egy csokorba. Többek között felszólalt Peter Hadzsák a Michael Russell alapítványtól. Michael Anthony Hamilton Russell volt a dohányzás kárcsökkentés úttörője igazából. Tőle származik az a mondat, amit bizonyára már sokan hallottunk, hogy az emberek a nikotinért dohányoznak, de a kátrányba halnak bele. És ő tartott egy hosszú előadást az alternatív nikotin beviteli eszközökről, az elektromos cigarettáról, a kárcsökkentésről és a nikotinról. Most egy picit közbevágnék. Mondtad, hogy alternatív eszközök. Ezen kívül milyen eszköz van még? Csak hogyha más... Ez a szép cirkalmas neve az elektromos cigarettának, hogyha úgy akarsz előadni, hogy ne úgy tűnjön, mint hogyha kizárólag az elektromos cigarettáról beszélnek. Jó, tehát akkor nem többféle eszközre gondolt, hanem az elektromos cigarettára, alapvetően igen, cigarettákra. Igen, az előadás vége felé már nevén is nevezi a történetet, de előtte ilyen virágnyelven beszélt a dologról. És olyan gondolatokat vetett föl, hát ugye a Stanton Glantz féle, aki a WHO-nak az ellenoldalról írogatja a hülyeségeit, és támadja a nikotint, meg úgy sok mindenki más, aki támadja a nikotint, és fölvetik azt, hogy a nikotin az egy nagyon rossz dolog, és problémák vannak vele. Ezzel szemben ő megpengeti azokat a húrokat, hogy a nikotin hosszú távú hatásai azok igenis ismertek. Tehát egyrészt nagyon-nagyon régóta használjuk a tapaszokat, meg az egyéb ilyen történeteket, már minden mi itt hárman, hanem ugye az emberiség. És egy kicsit belezavarodtam itt sok pontba, bocsánat, akkor nekifutok még egyszer. Tehát, hogy az annak kapcsán, hogy az elektromos cigarettákról nem tudni a hosszú távú hatásairól. A nikotint kiemelve, mert mostanában ugye előszeretettel a nikotint támadják. A nikotinnak a hosszú távú hatásairól igenis tudunk. A nikotin hosszú távon semmiféle egészségügyi kockázatot nem jelent. Erre tudományos bizonyíték van. Hosszú távú elemzése a nikotin beviteli eszközök, terápiás eszközök felhasználóinak. A nikotin tollott senkinek semmi baja nem lett. A másik ilyen történet, ami hasonlóan ezt támasztja alá, az az irgalmatlan mennyiségű adat, amit az elmúlt 20 évben a snuszt fogyasztó skandináv barátainktól lehetett begyűjteni. A nikotin hosszú távú fogyasztása minimális egészségügyi kockázattal jár. Erre a megállapításra jutotta az előadásában. De kitér arra azonnal is, hogy mégis mi van, hogyha a nikotin nem 100%-osan biztonságos, hogyan kezeljük ezt a lehetséges problémát. Az első pont, amit ő javasol, hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy a nikotin nem önmagában kell nézegetni, hanem a nikotin, mint olyat, nem, senki nem megy le a boltba és kér egy deci nikotint, hogy a munka előtt leörpintse. A nikotint azt kizárólag a dohányzással szabad összevetni, vagy lehet összevetni. És a dohányzással összevetve a kettő egészségügyi kockázatai azok már is toronymagas különbséget mutatnak. És szintén megjegyzi ő, hogy nem szabad elfelejteni a nikotin pozitív hatásait is, amikor a nikotin hatásait vizsgáljuk. Egyrészt a nikotin csökkenti a testtömegindexet, segíthet megelőzni a Parkinson-kór kialakulását,
a Crohn-betegséggel kapcsolatos, vele hasonlatos bélgyulladásos problémák megelőzésében is ismert szerepe van a nikotinnak, illetve nagyon sokféle szellemi leépüléssel kapcsolatos megbetegedést tud megelőzni a nikotin akár. Úgyhogy ő azt javasolja, hogy így vizsgáljuk a nikotin kérdést, hogyha éppen már a nikotint akarjuk piszkálni, mint ördögtől való szörnyű rossz dolgot, amit az elektromos cigaretta hoz az életünkbe, igenis nagyon sok pozitív hatása van, és önmagában a nikotinnal igazándiból semmiféle probléma nincsen. Fölveti továbbá ő még azt is, hogy az igazi kérdés az nem az alternatív nikotin beviteli eszközök, mint az elektromos cigaretta a hatékonysága a kérdés, hanem annak a potenciális lehetősége, hogy a dohányzás, mint világméretű probléma esetleg megszűnhet ennek a hatására. Azért ez nem lenne egy kis dolog. És Michael Anthony Hamilton Russell, röviden csak Michael Russell volt szintén az, aki azt mondta, hogy ezeket a fajta termékeket aktívan népszerűsíteni kellene a szabad piacon, hogy felvessék a versenyt a dohányzással. Szüksége lenne hatósági támogatásra, adóelőnyre és a dohányzás ellenes mozgalom támogatására is, hogyha a cél valóban a dohányzás visszaszorítása. Ezzel szemben, ami történik, az ugye az, hogy a dohányzás ellenes aktivisták többsége mereven elutasítja a nikotin bevitel kárcsökkentős formáit, az elektromos cigarettákat, és a közegészségügy szereplői szintén. Itt van egy érdekes ellentmondás, ugyanis ha a dohányosok mind elektromos cigarettára váltanának, akkor az valami elképesztően pozitív hatással lenne a közegészségügyre, úgy nagy általánosságban. És miért állnak ellen ezek az emberek ennek a történetnek? Valahol valamikor a dohányzással kapcsolatos megbetegedések és halálozások megelőzése átváltozott a dohányiparral való hadakozássá, és ezek az érintett szereplők, mintha elvesztették volna a szem elől a célt, hogy itt igazándiból tényleg az egészség megóvása és az emberéletek megmentése az ő céljuk, és nem pedig az, hogy ott, ahol tudnak, keresztbe tegyenek a dohányiparnak. Úgyhogy többek között ezek miatt jutottunk oda, ahol vagyunk, hogy észérvek helyett morális alapú vita folyik az elektromos cigaretta szabályozása körül, és ez egy eléggé rettenetes irány. Fölveti Peter Hajek, hogy nagyjából az egyetlen fegyverünk a kretének elleni harcban a tények felmutatásának a töretlen követelése, mert azok a vélt vagy valós problémák, amiket eddig felhoztak az elektromos cigaretta ellen, azok mind-mind érzelmi, morális kérdéseken alapultak, nem pedig tényeken, tudományos bizonyítékokon, és így azért talán nem illene szabályozni semmit. És folytatja ő azzal az előadásában, hogy a józan paraszti észből kiindulva, valamint a történelmet megfigyelve, az a tendencia, hogy a biztonságosabb alternatívák azok hosszú távon kiszorítják és lecserélik a kevésbé biztonságosabb elődjeiket, nem pedig népszerűbbé teszik azokat, és fölteszi azt a kérdést is, hogy komolyan bárki azt gondolja, hogy a kevésbé káros alternatívák fejlesztése a dohánytermékek fogyasztásának a növekedéséhez fog vezetni, tehát így sehol nem található meg a logika ebben, és próbál egy kis mankót nyújtani nekünk abban, hogyha ezekkel a kreténekkel kell vitatkoznunk, és fölhozzák a szokásos érveiket, hogy mi mit jelent valójában. Alapvetően ez mind csak rizsa. Szokták ugye emlegetni a dohányzás renormalizálását. A dohányzás renormalizálása egy rendkívül érdekesen hangzó kifejezés, ami valójában semmi többet nem jelent, semmi többet nem tudunk beszélni. Tehát mindössze annyit jelent, hogy megnő a dohánytermékek fogyasztása. Dohányzás renormalizálása zajlik ezek szerint az emberek szerint, ami ugye azt jelenti, hogy megnő a dohánytermékek fogyasztása, ezzel szemben, mint már az elmúlt hetekben is szó volt róla, folyamatosan világszerte esik az eladott dohánytermékek száma, úgyhogy igazán érdekes kérdés, hogy akkor most minek a renormalizálásra is folyik voltaképp. A dohányzás elleni harc aláásása a másik nagy érvük ezeknek az embereknek, hogy azzal, hogy mi itt szabadon elektromos cigarettázgatunk és fújkászunk a ködjeinket és páráinkat mindenfelé, azzal aláásuk az ő évtizedek óta folytatott harcukat. Na, most Peter Hajek erre azt mondja, hogy ha aláássuk az ő ezzel dohányzás elleni harcukat, az senkit nem érdekel, és semmit nem számít, hogyha nem nő világszerte a dohánytermékek fogyasztása. Márpedig nem nő. Úgyhogy ez egy nagy büdös lufi. Szokták még emlegetni azt is, hogy ez mindez a dohánycégek rehabilitációjához vezet, akik most majd bevásárolnak az e-cigiparba, és visszajönnek, kidobták őket az ajtón, és most visszajönnek az ablakon, mint
kimosdatott új és újra keresztelt kis emberkék, és semmi baj nincsen velük. Erre azt mondja Peter Hudzsák, hogy a dohánycégek rehabilitációja akkor lenne csak baj, hogyha a dohánytermékek fogyasztása nőne világszerte, ami nem nő. Nagyjából ezzel le is söpört. Tehát szóljatok közben egyébként egészen nyugodtan. Én gondolkozom itt ezen, hogy annyira kísértetésen ismétlő magát folyamatosan a történelem, érted? Mert most gyakorlatilag az, amit felhoznak érvként, ugye annak mi pont az ellenkezőjét tapasztaljuk. Tehát azt tapasztaljuk, hogy a dohánycégek az összes kezükkel kapaszkodnak a hagyományos dohánytermékekbe, még akár olyan áron is, hogy lecserélik a hagyományos cigarettát, ugye múltkor volt róla szó? Végül is erről a 300 fokon dohányt égető eszközről? Nem, az most lett volna téma. Igen, azt nem besőztük ki végül. Jó, azt akkor majd arról beszélünk. Tehát, hogy olyan alternatívákat próbálnak meg, mint nem e-cigaretta. Tehát azt látják, hogy az e-cigaretta basszus, ez nagyon jó működik. Tehát ők már ide egy eldobhatóssal, egy első generációs készülékkel, bármennyire is azt látjuk az uniós szabályozáson is, hogy e felé ment a szabályozás, és hogy ennek a fajta piacnak próbál meg kedvezni. De ők is szerintem belátják, hogy ezzel már ők nem fognak tudni piacot nyerni. Nem lesz olyan vonzó, illetve nem is tudnak olyan gőzt előállítani, ami bármiféle módon alternatívája lenne akár egy hagyományos cigarettának. És úgyhogy a második, harmadik generációs készülékkel minden logikának ellentmond, az eldobható, egyszer használható, e-cigaretta, stb. Tehát ez szerintem még mindig egy óriási lobbiharc az erős dohánycégek és a politikusok között, illetve akár ez lehet nem is harc, hanem csak, hogy egy ilyen fajta lobby megy velünk szembe, felhasználókkal szembe. Nem? Tehát folyamatosan ezt lehet érezni. Hogy majdnem, tehát az összes kommunikáció olyan, hogy így hallgatod, és azt gondolod, hogy basszus, ezek most azt gondolják, hogy jobb, ha dohányzunk. Igen, az tiszta, háromfélét akarunk, és itt igazándiból a legrosszabb, hogy azt, amit mi szeretnénk, akiknek igazándiból tényleg az élete múlik ezen a dolgokon, és akik használják napi szinten ezeket a dolgokat, a mi véleményünk az, amelyik egyik oldalon sem számít, a legkevesebbet sem. Ez paréság. Azt kell egyébként tudomásul venni, hogy és ezen kell fölülemelkedni amúgy mindenkinek, tehát még a kommunikációk szintjén is, hogy vegyük tudomásul, hogy történelmi időket élünk. Olyan történelmi időket, amelyek majd meg fogják szabni az elkövetkezendő 100, akár 200 évre is azt, hogy mi fog történni a hagyományos dohányzással. Tehát amikor mi az e-cigaretta mellett tesszük le a voksunkat, akkor pontosan a hagyományos dohányzással szemben megyünk. Mindenféleképpen. Ugye azt te is mondtad, hogy mi történne, ha egyik pillanatra a másikra mindenki elektromos cigarettát szívne, és ez milyen reformot jelentene a nikotinbevitel frontján. Az emberek elég régóta visznek be nikotint, nem gondolom, hogy ezt a szokásukat most majd adminisztrációs eszközökkel meg fogják törni. A másik nagyon szomorú dolog az, hogy az áremelések és a különböző tiltások hatására én azt látom, bocsánat, valószínűleg ez a hivatalos statisztikából nem fog kiderülni, de én azt látom, hogy az emberek egyre szemetebb dohányokat szívnak. Tehát érted, amikor az az ember, akivel meg van beszélve egy találkozom, és gyere meg, megmutatom, kipróbálhatod, összerakunk egy készüléket, megpróbáljuk megoldani, 5000 forintból, tehát nagyon emberi módon próbálok vele kommunikálni, és segíteni őt abban, hogy egy egészségesebb alternatívát találjon, akkor egyszer csak azt mondja nekem a liftbe szemtől pofába, hogy talált egy sokkal jobb megoldást. És mondom, mi az? Vedd 20 kiló dohányt. Én ugyanezt látom. Szerinted abban mi van? Abban a 20 kiló dohányban, amit ő vedd 20 000 forintért, gondolom, vagy nem tudom mennyi,
aránylag csóra emberről beszélünk, de 2 évig valószínűleg azt a teve szart fogja sodorni, meg szívni. Tehát abban mi van? Borzalom. Borzalom. És ebbe kényszerítenek bele mindenkit, ahelyett, tehát ez olyan, mint a villanyhajtásra autó, tudod, hogy Németországban van rá adókedvezmény, nálunk meg majdnem büntetnek, ha ilyened van. Tehát. Ennyi. Nagy baj, próbáltam találni itt egy jó hasonlatot ez a történethez, mert ez megint az a veszőparipa, amit már múltkor feszegettem, hogy egy teljesen vakvágányra, tévútra ment ez az egész dohányzás ellenes küzdelem, ami itt folyik, hogy az egész kiindult onnan, hogy a dohányzás alapvetően káros az egészségre, íratlan mennyiségű problémát okoz a közegészségügyben, nagyon sok ember meghalt tőle, hát ahogy szokták ennyien túlozva mondani, a vásárlóik felét megöli, tehát ennyi. Hogy adott volt ez a probléma, és erre próbáltak valami választ találni, és megindult, ami egyébként teljesen jogosan és észszerűen a dohányzás elleni harc a világ fejlettebb területein, és előre tekercsünk az időbe 10-20-30 évet, és már nem ez a cél, már nem az, hogy nem dohányzol, miért nem dohányzol, e-cigarettázol, fúj te szemét, hát hogy gondolod? Ez a, tudod, a társadalom mennyi pénzt tud belőled, illetve az állam mennyi pénzt tud belőled kivenni. De tudod, erről beszéltünk már. És azt gondolom, hogy a dohányos az egy nagyon jó alany. Hát figyelj, fizet egy halom plusz adót. Ha megnézed a cigarettán lévő adótartalmat, amit az állam lefölöz róla, az olyan 70-80% között van. Aztán gyakorlatilag nyugdíj előtt megpusztulsz. Hát ez a világ legnagyobb bulia. Fizeted a nyugdíjat, és előtte megtérsz az őseidhez. Hát érted, az állam szempontjából ez egy teljesen jó történet. Hát hülye lenne annyira szembe menni, hogy tehát ez a tud, tiltani is akarom, de azért csak hiányzik a költségvetésből az a bevétel. Ha itt mindenki elkezdene e-cigarettázni, hát az borzott, az számolt ki bevételbe milyen kiesés. Tehát ezt valahonnan be kéne szedni. Pont erről volt az Angliából egy ilyen felmérés, az angol számokra emlékszem, hogy ott éves szinten 12 milliárd fontos költségvetési tétel fölött diszponálnak a dohánybevételek kapcsán. És hogy igen, ez egy irgalmatlan számok. De én rohadtul unom ezt, ahogy hívják ott, ha van rajtam sapka, az a baj, ha nincs rajtam sapka, az a baj. De nem lehet itt jó nem dohányosnak lenni. Ja, és ezt akartam mondani, hogy eredetileg csak az volt a baj, hogy emberek, ne dohányozzatok már. És már ez a baj, hogy ne fogyasszatok nikotint. Nikotint, mi lesz a következő? Nem ijatok reggel kávét? Vagy mi lesz még? Ja, nem, mert olyan is, majd olyan is lesz. Olyan is lesz. Az is indián találmány. Fúj! Ugyan kiirtottuk őket, de fúj! Ne dohányoz. Nem dohányzom. Jó, akkor azt se csinált. Könyörgöm. Viszont... Ja, mondja csak. Nem tudom, nekem mindig az jut eszembe, hogy amikor ilyen óriási nagy egészségvédő dolgok vannak, és akkor jönnek ezekkel a statisztikákkal, hogy mert milyen sokba kerül a költségvetésnek egy dohányos, hát szerintem ezt többször elmondtam már, töredék részébe kerül, mint egy alkoholista. Ebbe halálosan biztos vagyok. Magyar egészségügyben dolgozom 25 éve, biztos vagyok benne, hogy egy alkoholista hosszabban, és többet, és drágábban, és ennek ellenére otthon szabad pálinkát főzni, tehát mindenkinek gratulálok egyébként, aki az alkohol elleni harcban így vesz részt, és az elektromos cigarettát még így üldözi. Tehát érted a mérlegnek a két serpenyőjét. Borzasztó. Hát igen, és akkor, ha egy kicsit tovább tekintünk ezeken a dolgokon, akkor nézzük meg mondjuk az italos befolyásoltság alatt elkövetett bűnesetek statisztikáit, nézzük igen. Meg a tönkrement családokat, meg ilyeneket, hogy csak a járulékos problémákat, nézzük az alkoholfogyasztás kapcsán. Az eltorzult személyiséget, igen. A máj, a vese, a keringési elégtelenség, tehát az alkohollal összefüggésben sokkal több betegséget föl tudnánk egyébként sorolni, mint önmagában. A dohányzásnak a legnagyobb rizikója az ugye a tüdőrák, vagy a szájrák, vagy a gégerák.
De ez ha körbenézed a környezetedet, akkor te azt kéne, hogy lásd, hogy minden dohányos, minden második dohányos ismerősödnek ilyen problémája van, közben nincs. Tehát a statisztikák is valahol egy picit túlzott, van kis hazugság, nagy hazugság, statisztika. Igen. Tehát szerintem itt egy ilyen óriási sötétségben való tapogatózás megy. Ott a snüsz, ugye, ami abszolút a szájban forgatott dohány című dolog, és töredéke a szájrákos ennek ellenére. Tehát na, szóval nem. És az annyira szar volt, hogyha emlékeztek rá, hogy ezt egész Európába betiltották, kivéve a svédek, dánok, nem tudom, kik voltak, akik... Svédek, akik a snuszt használták. Hát és most 20 év elteltével meg lehet nézni a halálozási statisztikákat Svédországból, illetve Európából, illetve hogy mennyire sikerült Európában Svédországot leszámítva visszaszorítani a dohányzást. Hát ez sokan nagyon nagy kritikusai, Clive Bates, ugye, aki nagy kritikusa a snüsz betiltásának, ez az EU-nak az egyik legnagyobb és legmélységesen emberellenesebb baklövésének szokta titulálni a snüsz betiltását. Nekem van egy barátom, aki egyébként Svédországban él, és ő azt vetette fel, hogy ő azért viszonylag gyakran találkozik snüszfogyasztó emberekkel, és hogy a szokás rendkívül gusztustalan. Ezt tudja felhozni, mint problémát vele. Nyilván az egészségügyi statisztikákkal nem lehet vitatkozni, de azt mondja, hogy nagyon nem szép látvány a barna léköpködése. Igen. De hát volt nekünk a héten még vízipipás beszólásunk is. Azt beraktuk egyébként Nem, ugye? Csádi szerintem eltűnt és meglépett málnázni, vagy nem tudom, hogy akkor annyira csöndben van. Itt sincs nem, már. Nem, csak figyeltem, mert érdekelt a téma. Aztán mondom, hogyha beleszólok, akkor megint elveszted a fonalat, ahogy szoktad, és nem tudunk visszaterelni téged a volt Charlie, csak téged kémelt, Krisztián. Ez van, állandóan figyel. Igen. De gyorsan befejezem még a kis jegyzeteimet, mert már nincsen sok belőle egyébként. Hát, ha lesz még egy-két gondolatébresztő. Ez a leghosszabb blokk, ez a Peter Hudgeknek az előadásából született. Ő a konklúziót egyébként akép vonja le, hogy a liberális e-cigaretta szabályozás veszélyei, mint olyan. Ugye, hogyha az elektromos cigaretta piacát hagynák békében fejlődni, vagy eddig fejlődött magába, de nehogy Isten mégis a jövőben valami szörnyű problémára derülne közben fény, akkor még mindig lehetőség lenne azonnali reagálással a bizonyítékok alapján egy szigorúbb szabályozás bevezetésére. Tehát nem kell locsolni a házat vízzel, amíg nem ég című történet. Viszont, hogyha liberális elektromos cigaretta szabályozás lenne, akkor nem nyírnák ki annak a lehetőségét, hogy megismerhessük a hosszú távú, igazán kibontakozó közegészségügyre gyakorolt potenciális előnyeit az elektromos cigarettának. Ez lenne egy nagyon-nagyon fontos konklúziója az egész történetnek, hogy fürdővízzel a gyereket, könyörgöm, ne. És még nem fejeztem be, mert még voltak előadások Varsóban, egyébként kettő plusz egy napon keresztül ment a fejtágítás, és nagy koponyák nyilatkoztak ott. Egy rövidebb összefoglalót írtam össze a francia Jacques Lehouzé doktor úrnak az előadásából. Ő, innen azt emeltem ki, amiről a múltkor már beszéltünk, hogy Angliában ugye meg lehet bízva néhány keményen bepipázott tudós, hogy akkor most lesznek szívesek, és a politikusoknak nyújtsanak be egy anyagot arról, hogy mi is az elektromos cigaretta, és mi van vele, és mit kéne vele csinálni. Ő összefoglalta a fontosabb pontjait ennek a úgy hívják ezt, hogy a prezentáció az angol gyógyszeriparral foglalkozó pártközi parlamenti csoport számára, ez a becsületes neve ennek a tanulmánynak. És ugye ez egy remek válasz arra például, amit nagyon gyakran hallhatunk, hogy nem tudunk eleget az elektromos cigarettáról. Na, ebben a tudós okos koponyák összeszedték, hogy mi az, amit viszont tudunk az elektromos cigarettákról, és ezt felsorolnám. Az elektromos cigaretta nagyságrendekkel kevésbé káros, mint a dohányzás. Ezt nem én mondom, ezt válogatott tudós emberek Angliában az ottani politikusoknak. Extrém ritka az az elektromos cigaretta fogyasztó, aki korábban nem dohányzott.
Az elektromos cigaretta használat a dohányzók körében folyamatosan nő, jelenleg kb. 20%-nál tart ez a szám. Megjelenésükben és hatékonyságukat tekintve széles skálán mozognak az elektromos cigaretták. Hát ilyen bugyotaságokat is kell mondani a politikusoknak, mert nagyon nincsenek képbe. Jellemzőbb az elektromos cigaretta használat azok körében, akiknek már voltak sikertelen leszokási kísérleteik. Úgy tűnik, hogy a leszokási kísérletek során az elektromos cigaretta használata jobban növeli az esélyeket a segítség nélküli vagy terápiás eszközöket igénybe vevő leszokókhoz képest. Ezt mondják az ottani tudós emberek. A kettős használat olybá tűnik, hogy a cigaretta fogyasztás csökkenését vonja magával. Ezt is ők állapították meg. És az utolsó pontja ennek az volt, hogy nagyon aktív felhasználói csoportjai vannak az elektromos cigaretta fogyasztóknak, akik mereven ellenzik a korlátozó szabályozást. Ez is nem tudok nem egyet érteni ezzel a ponttal. Ez így van. Ja, és a végére akkor még egy nagyon rövidke, Ricardo Pulóza Olaszországból a nikotinnal foglalkozott nagy mennyiségben, és innen vettem ki egy olyat, amit az előbb már gyorsan felvetettem még az adás előtt. Ő megállapított és nagybetűkkel írta az előadásában, hogy a nikotin nem méreg, hanem egy idegrendszeri stimuláns. Amire aztán mondta Fifika, hogy ez nézőpont kérdése, melyik oldaláról a lovat. De hogy alapvetően az egészségügyi hatásai miatt nagyobb butaság méregnek besorolni, mint nem méregnek, mondja ezt a tudós, nemzetközileg elismert addiktológus professzor. Ezen kívül még elmondja azokat is, amit már mi is sokszor elmondtunk, hogy a nikotin nem felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. Nem rákkeltő, nem okoz légzőszervi megbetegedéseket, és minimális a hatása a szívre és a keringési rendszerre. Ennyit kell tudni a nikotinról. Ez lett volna a nagyívű összefoglalóm a varsói eseményekről. Hát ez elég szűkszavú volt. Elég szűkszavú volt, mint egy az adás fele után azt mondhatjuk, hogy elég szűkszavú volt, Krisztián. Akkor kiszaladok a Béter papírokra. Két napot vele sűríteni 25 percbe, az nagyon trehány vagy. Az jutott eszembe egyébként erről, hogy nem feledkeztünk mi el róla, csak a második körben ugyanúgy, tehát ők is, ők tudósok, ők kutatnak és felfedeznek dolgokat, mi pedig csak kérdezhetünk felhasználóktól, és ugye csináltunk mi két kérdőívet, a harmadikkal még addig várunk, amíg megfelelő számú nem érkezik a másodikra, az egy picit, mintha leült volna, úgyhogy szerintem azt pörgessük megint a köztudatba és az oldalakon, tehát kint van a vaper.hu-n is, az elcigitesztek.hu-n is, majd berakosgatom a linket az adásmenet alá. Töltsétek, mert úgy lesz használható és értékelhető. Mindenki áldozzon 2 percet az életében arra, hogy ezt kitöltse. Igen. Na és akkor mehetünk is a második ponthoz, ami szintén a Krisztiáné lesz. Várjál, mert még én ehhez a kérdéskörhöz csak annyit tennék hozzá, hogy a sok nagyfejű FDA, WHO és nem tudom én milyen érdekeltségben dolgozó tudós egyetlen egyszer azt mondta volna, hogy oké, gyerekek, akkor nem a talicska kerék alá dobáljuk a téglát, hanem inkább megpróbáljunk a talicska mögé állni mi is, és akkor megmondjuk, hogy na mi az, ami ne legyen benne szerintünk. Érted? Tehát, hogy valamiféle segítő szándékkal hozzáállni ehhez, mert biztos, hogy nekik is lehetnének ötleteik, hogy milyen anyagok ne legyenek a likvidbe, vagy milyen anyagok lehetnek esetleg kívánatosak benne, stb. Hát ez még egy annyira fiatal, új és nyitott dolog, hogy nem tudom. Tehát én ezt a múltkor elmondtam, nem mondtam el, ugye? Hogy a lányom egy betegnél volt kint Angliában, ugye betegápoló, és reggel úgy tudta a nő elindulni, hogy 20 cigarettát kellett elszívnia. Hú. Beszéltünk erről? Nem mesélted. Ez egy MSM-nek hívott betegség, annyira a görcsbe állnak az ízületei, hogy csak a nikotin képes oldani, vagy ettől sokkal durvább szerek.
és ő inkább elszív minden reggel 20 cigarettát, hogy föl tudjon kiállni a tolószékből, és elbírjon indulni. De durva. Tehát például rajta lehet, hogy egy ilyen 24 vagy nem tudom, 28 mg per milliliteres nikotin segítene, és mondjuk nem tenné tönkre magát a reggeli 20 cigarettájával. Hát 20 cigit, azt már elszívni is idő. Igen, igen, igen. Csak 5 percet számolok. Miért már... számolsz 5 percet? Nekem az a reggeli kávé volt. Nem, és 5 perc alatt a Krisztián 2 szállal végzett. Nem, na jó, nem, hát nem. Tudod, levegőt is kell mellette. Fél doboz volt. Fél doboz? Igen, szóval ha hamar elfogyasz. Vagy sokáig ittam a kávét. Ki emlékszik, már olyan régen volt. Mindig elborzadok és rajtad, Krisztián. Viszont leányod nem javasolta még neki az e-cigarettát? Most fog visszamenni hozzá, úgyhogy fölkészültünk. Tehát vinni fog készüléket, majd itt kint vesz neki likvidet, és akkor megnézik, hogy egyébként gyanítom, hogy hosszabb ideig fog, sokkal hosszabb ideig fog tartani. Mert hát ugye már kiindulva ebből a 30 percből. Igen, a felszívódás más, és akkor ilyenkor vagyok szomorú, mert egy csomó ember tudna ebben az elektromos cigaretta dologban kutatni. Például, hogy olyan felszívódás gyorsító anyagok, amik mondjuk az ilyen embereken tudnának segíteni. És a 24 mg-os likvid úgy szívódhatna föl, mintha cigarettából szívná, de mégsem okoz olyan szörnyű károkat a szervezetében, mint a... Csak akkor azt akár gyógyszer szabályozhatnák, ízlés szerint, ahogy bármi, szeretnék. Bármi, csak akkor megint akkor oda kezdünk el kiukadni, hogy akkor még ilyen anyagot tegyünk hozzá, hogy gyorsabban szívódjon föl, olyan anyagot, hogy könnyebben kezelhető legyen a folyadék, amolyan, és bármi, akkor már pont, ott leszünk, pont hogy... olyan, mint az étkezés, hogy van, aki vegetáriánus, van, aki húsevő. Egyébként azt gondolom, hogy a felszívódás gyorsító anyag, ami mondjuk nem roncsolja a szervezetedet. Halló. Nem roncsolja a szervezetedet, és egyből megszakadt. Ójaj, reméltem. Cigarettát. Nem hallottuk, mert roncsolja a szervezetet, és ott igen. Vége volt. Mert mindig azt szoktam mondani, hogy ott van a baj, hogy reggel elszívsz egy cigarettát, és fejbevág az egy szál cigarettában lévő 5 mg vagy 4 mg nikotin. Így van? Nem tudom, mert nem szívtam. Hát de emlékszel rá. Nem emlékszem, rég volt. De az első ciginek mindig az első cigin mindig rugott egyet. Reggel főkelek, érted? Kimegyek az e-cigarettához, vidáman szívom, semmi. Tehát, ez a rohadék nem rúg. Nem rúg egyáltalán, érted. Tehát a hasznosulásnak valamiféle. Mondjuk nem azt mondom, hogy keverjünk bele tehénhúgyot, mert az gyorsítja a felszívódást, de nem tudom. Egyébként nekem vannak még titkos fegyvereim, tehát vigyázzunk oda. Lelki személyem előtt megint még az előző témához egy kicsit visszakanyarodva megjelent egy, ha valaki tud karikatúrákat rajzolni, az olyan szépen megrajzolhatná. A lelki személyem előtt megjelent az a kép, amikor a világ nagy koponyái évtizedekkel ezelőtt azt mondják, hogy úristen srácok, hát itt a dohányzás vissza kell szorítani, és meg kell szüntetni a dohányzást a világszerte, mert ez egy rendkívül őrületes probléma, és akkor fölkent, ilyen keresztes lóakként magukra öltik a kis palást, kardot fölkötik, és akkor küzdenek a dohányzás ellen, és a hosszú évtizedek után elérkezünk egy pillanathoz, amikor jön ez az elektromos cigaretta nevű dolog, és hirtelen megcsillan a lehetőség, hogy a dohányzás tényleg megszűnhet világszerte, és így hirtelen megáll mindenki, hogy hű, bazd meg, vissza, nem jó, most ott találjunk ki valamit. Hát ez ilyen gyaloggalop, tudod. Igen. Mi vagyunk a lovagok, akik azt mondják, hogy mi. Hála Istennek, hogy vannak nálunk sokkal okosabb emberek. Például, nem tudom, néztétek-e azt a cikket, ahol egy brit orvos
nyitott elektromos cigarettaboltot, és ő azt mondja, hogy ez egy drasztikusan biztonságosabb módja a gőzölésnek és a nikotinbevitelnek a szervezetbe, mint mondjuk a cigarettázás. Bár szerintem a cikk nem a legelőnyösebb oldalát mutatja ennek a dokinak, mert kicsit olyan, mintha állna a koncentrációs tábor előtt karbafont kézzel, és szemből fújja azt a kevés haját is a szél, de... Ez már csak a te fantáziát, Charlie. Hát, ilyen, nem tudom, ez ilyen göbbelszi nézése van számomra. Nézés. Tehát ez a nézlek, és szugerállak, hogy neked ez jó. De egyébként bazi jó maga a dolog, hogy és az is, hogy ilyet megcsinálhat valaki. Mondjuk nem tudom, hogy nálunk ez milyen sokáig gyakorolhatná hát, a praxisát. Gondolom, ilyen 3 percig. Azonnal kikiáltanák kuruzslónak. Tudod, a mellette lévő jósnő az még 100 évig elműködhetne. De hát Istennek vannak olyan országok, ahol fölvállalhatja az irányú nézeteit egy praktizáló orvos, ellentétben más országokkal. Hát az a kérdés ugye, hogy ott is meddig. Én mondjuk azért Anglia tekintetében egészen bizakodó vagyok, mert most ez a felkérés, ami volt, és ez a kis lesek, prezentáció az angol gyógyszeriparral foglalkozó párközi parlamenti csoport számára. A neve is szép. Ez bájos. Ez egy pozitív fordulat előszele is lehet akár, reménykedjünk. Valamint biztos mindenki gondolkozik, hogy hogy lehetne másabb, ami nem annyira egészségkárosító, de azért mégis tolja a zsebünkbe a már megszokott bevételt, hiszen pont amiről a Fifika nemrég beszélt a Tőzsdefórumon, jelent meg nemrégiben egy cikk, ez az IQOS, vagy nem tudom én, hogy mondjam, ami konkrétan a Philip Morrisnak a bugyrából bukkant elő nem olyan régen. Ők úgy gondolják ezt az egészet, hogy nem is értem igazából, hogy mivel jobb, vagy hogy jobb ez, mert hogy egy ugyanolyan kis készülék, ami elpárologtatja a magát, a dohányt, de itt azt mondják, hogy az e-cigarettának a füstje hagy hátra maradandó károsodást az emberek tüdejében. Tehát ők arra ki sem térnek, hogy az a dohány mivel vagy hogyan van kezelve, és kicsit úgy néz ki, mint ezek az első generációs készülékek. Tudjátok, mikor egy ilyen dobozba, ami tulajdonképpen egy aksi töltő volt, abba kellett bedugdosni a cigarettát, és azt mondják, hogy ez erre hasonlít, és ez a kis hőrudacska, ami benne van, ez azt mondja, hogy a szétporlasztott, és hogy jóval kevesebb mennyiségű dohányt, mint ahogy ezt szívna az ember, ezt melegít fel a készülék 350 fokra, és így égeti, párologtatja el, de nem látom a különbséget a elparázsló, elégő dohány és e között. Hát annyi, hogy nincsen körülötte mondjuk papír, amit elégetsz, és azt is szívod be gyakorlatilag a tüdődbe. Hát ez nekem úgy néz ki, mint ezek a nem tudom, hogy van magyarul, ezek a dry herb atomizerek, tudjátok, amire gyantát, szárazanyagot, minden nyehenyókát rá lehet tenni, és Kína milliószám tolja ki magából, nem tudom, miért kellett ilyenbe energiát és időt fektetni, hogy ilyeneket kifejlesztenek, mikor már van. És egyébként ugye a cikk végén megint a számokra térnek rá, hogy a Philip Morrisnak Magyarország tekintetében nem nagyon kell aggódnia, és összegeket nem is mondok, 4 összegről van szó, és mindegyiknek a végén milliárd van. Hát amíg ilyen összegekről beszélünk, addig szerintem no para. Márhogy nekik. Hát jó. Egyébként érdekes, hogy azzal érvelnek, hogy mivel nem hagyományos módon ég el,
megszűnik a cigarettázás által a rákos megbetegedéseket előidéző főok. De hát könyörgöm, mi... Hát az a dohány hőkezelése. Én nagyon szkeptikus vagyok ezzel, hát hőkezeljük a dohányt, ami ugyanúgy vegykezelve van mindenféle szarokkal, valószínűleg még durvább szarokkal, mert még a papír sincs ott, hogy füstöljön, meg kevesebb a dohány is. Tehát ahhoz, hogy ezt egy életképes alternatívává fejleszik ezt a terméket, ahhoz ott nagyon fölturbózott dohánynak kell elporladni, a nevezük porladásnak, de hát az és akkor tegyük hozzá, hogy ugye azt, amit szívsz, és elporlad, hát azt valahogy azt is meg kell oldaniuk, hogy azt az elporlasztott valamit, ami mondjuk az autós hasonlattal élve, mondjuk egy dízel motornál a korom, azt egy részecske szűrő megfogja. Itt nem fogja semmi megfogni, vagy illetve erre nem térnek ki, tehát akkor nem égett papírt, hanem az égett dohánynak a porát fogod elszívni, mert én szerintem ez még nem az a pirolitikus, vagy katalitikus, vagy tököm tudja milyen hőfok, atomjaira hullana bármilyen elégett részecske és molekulájára bomlana. 350 fokon biztos, nem? Azért mondom, mert sütőnél ez 500 fok környékén van, de ez már megint egy olyan mondat, hogy ha ők mondják, akkor ez már pedig így van, azért, mert ezt leírták, hogy mivel nem hagyományos módon égel, megszűnik a cigarettázás által a rákos megbetegedéseket előidéző főok. Hát ez tök jó. Megvan az örök élet forrása. De ez így valószínűleg nem igaz. Tehát biztos vagyok benne, hogy miután ez egy nem tökéletes égés gyakorlatilag, ezért kisebb a füst. Tehát itt csak egy ilyen nagyon-nagyon lájtos meleg levegővel kevert... Hát majd kevernek bele mizét, növényi glicerint, és akkor lesz füstje is. Honnan verték ezt az ötletet? Ez olyan paraszvakításnak tűnik, hogyha ne adj Isten valamelyik megrögzött dohányzó vásárlójuk elkezdett volna kacsingatni erre az újmódi huncútság elektromos cigaretta felé, akkor meglegyen a ugyanazon a dohánycéges logóval ellátott polcon egy izgalmas elektronikus alternatíva, ami esetleg bent tarthatja őket a vásárlói körben. Nem. Mondjam. Hát ilyen 500-700 fok között van egyébként az égő dohányparás hőfoka. Tehát ők lementek egy olyan tartományba, ahol egy ilyen, hát nem is tudom, mondjuk nevezzük ezt ilyen irányított égésnek, mert ugye ahogy megvonja tőle a hőt, nem fog tovább égni. Tehát bármikor abba hagyhatod, ez egy gomnyomásra működik. És ilyen előre gyártott rudakkal lehet majd ezt töltögetni. Valószínű, ugye megmarad a dohányipar, mint dohány előállító, fermentált vágott dohányt kell, hogy használjanak hozzá. Biztos, hogy valami más kezelést kap ez a fajta dohány, mint a rendes cigaretta dohány. Több tehén pisi. Nem tudom. Nem tudom, valószínű egyébként. Erről az... Folytok közben akarok szólni, olyan bunkó. Valami még lesz benne, de tényleg ez ilyen fából vaskarika. Nekem az jutott erről eszembe, hogy bárcsak lenne egy olyan alternatíva, ami még annyira se káros, mint amennyire káros ez lehet. Bárcsak lenne. És aztán beugrott, hogy bakker, itt van a kezemben. Hát itt van. Igen. De tudod, Krisztián, én, vagy mi is úgy vagyunk vele, hogy leszarjuk, hogyha káros, de nem annyira káros, mint ami volt a cigaretta, és a többi engem nem érdekel. Most így sarkítva persze. Jó, persze, de józan paraszti észre ez a szuper találmány, a dohány valahol félúton lehet, nagyon durva becsléssel, nyilván nem, de valahol félúton lehet egy elektromos cigi meg a dohányzás között, tehát figyelj már, ezt tudod milyen szerintem? Tudod milyen? Lapozgatták a szabadalmi hivatalnak a 1000 tököm tudja hány százas bejegyzéseit, tudjátok még, ahol azok az ős atomizerek voltak. Jó. És ott nézegették, és így elfelejtették, hogy ez már be volt jegyezve, vagy valami, és megint kiszarták a spanyol viaszt.
És így, meg, így reciklikálják a dolgokat. Na most megint bedobjuk a köztudatba, hogy ez sokkal jobb. Hát, ha valaki rákap. Jó, 60 éve nem ment, nézzük meg, hát ha most megérett a helyzetre. Persze, persze. Mikor mindenki a 1000 milliamper órákkal dobálózik, majd ő a 350 fokos borított dohány párologtatás, vagy égetésével majd őrületes sikereket fog elérni. Na. Ezt a szerintem lapozzunk, tehát ez csak reméljük egy ilyen tintapaca lesz az elektromos cigaretta történelmében. Ezt a WHO-s dolgot kivesézzem, mert közben leesett, hogy ezt múlt héten nem veséztük ki, tényleg csak úgy emlékeztem. Vagy már elég volt belőlem már? Nem volt elég belőled már a vesész, nyugodtan adok még neked negyed órát az egész műsorból. Gyors leszek, mert ez arról van szó, hogy van ez a Stanton Glantz nevezetű zeneboholc, aki abszolút elektromos cigaretta ellenes, és osztja az észt a WHO felé, hogy nagyon veszélyes. Állj meg egy kapavágásra? Na igen. Ezt már többször meg akartam kérdezni. Ezek a macska Jancsik, akik elektromos cigaretta ellenesek, ezek vajon azért ellenzik, mert a büdös életben nem, még csak nem is dohányoztak, és fogalmuk sincs róla, vagy azért ellenzik, mert dohányoznak, és valamilyen érdekük fűződik ahhoz. Tehát ez engem kurva régóta érdekel, hogy az, aki nem használja, aki nem élvezi, már a másodlagos jellegére mondom idézőjelben az élvezést, hogy mondjuk a szobában a felesége fújja a gőzt, az ugyan milyen apropóból és indítatásból és jogosítvánnyal mondja azt, amit mond róla, úgy, hogy minthogyha az lenne a Szent Grál, és attól nem lehetne sem eltérni, sem más véleménnyel a dologról. Vagy a dohányzásnál volt annó ilyen? Nem. Sem a pálinkánál, sem az alkoholnál, sem bármi más tudatmódosító szereknél. Ez a mi privilégiumunk, hogy most ilyen Érdekes mód a designer drogokat, nem akarok messzire menni, de a designer drogokat használhatod. Most nem azt mondom, hogy használhatod. És aztán megvizsgálják az összetevőiket, azt mondja rá Zaher Gábor kaliberű emberke, vagy bárki más az országban, hogy már pedig ez, meg ez, meg ez, ilyen, meg ilyen hatásokkal szerepel. Amiben ez az összetevő van, akkor mostantól nem az, hogy még nincs is forgalomban, de már ez a mostantól már pedig kokomlistás, és nem lehet forgalmazni, fogyasztani, hozzájutni, előállítani, és a többi, és a többi. Hát itt, ez lenne a itt szöges ellentétben ezzel megy a boszorkányüldözés, és majd közben sem lehet most, de majd a végén majd csak kiderül valami, ami lehet, hogy bazira nem az, amit ők szeretnének, de addig azt állítják, hogy ez szar. Hát az én gyanúm az egyébként, hogy ez a Glantz úr valószínűleg kapott egy vaskos csekket valahonnan, hogy kavarja a kulimászt a történet körül és keltse a hisztériát, de egy nagyon vicces irányba kezd elmenni a történet, mert Stanton Glantzről annyit kell tudni, hogy az utóbbi időben leadott nagy hívű tanulmányai és értekezései az elektromos cigaretta veszélyeiről, azok olyan szinten tudományosak is állják meg a helyüket, hogy egy rossz vicc. Tehát a tudományos élet ripityára cincálja szét az egészet azonnal, és annyit kell tudni az úrról, hogy fog féligasságokat, meg csúsztatásokat, meg kontextusából kiragadott elemeket, és ezeket jól összegyúrja egy rendkívül bajós anyaggá, és aztán ezzel rohangál fel alá, hogy úristen, 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 most mi lesz? És akkor általában erre reagál a tudományos közösség, hogy Stanton, látod, ha hallgattál volna, megint bölcs maradtál volna, de természetesen ez az urat nem tántorítja el attól, hogy továbbra is hülyét csináljon országvilág előtt magából, és hát sajnos egy viszonylag jó pozícióban lévő emberről van szó, aki túl az a baj, hogyha ezt így csak magának csinálná, akkor vicces lenne, de mivel igazándiból emberéletek millióival játszik eközben a bózkodás közben, ez nem annyira vicces, mint inkább kellemetlen. Na ő, Stanton Glantz, egy ilyen rövidet szerettem volna mondani róla, mert már tényleg a 120. bőrt húzzuk le egy idiótáról, aki baromságokat kiabál az elektromos cigarettel kapcsán. Pedig itthon is van ilyenünk. Hogyne, hogyne.
ötös pontra gondoltam, nem tudom te ki nem akkor mondjuk, itt. de nem mondjuk ki a nevét. A nevét nem. Na mi van, senki nem meri felvezetni ezt a 500 karakteres B6-os oszlopot, vagy mezőt? Miről beszélsz? Nem a poncsóról beszám, van szó? Beszám, nem a poncsóról van szó? Az is lehetne, de most erre gondoltam a meg kell értenie mindenkinek kezdetű eposz. Én 3/4 órát már beszéltem, Sárgyi. Pihentetem a hangszálaimat. Pihentesd de okos, akkor. De okosan. Ugye az ötlet, és nem nevezünk meg senkit, az ötlet az az, hogy igenis fogjanak össze a magyarországi forgalmazók, ez a egy a zászló, egy a tábor, és akkor majd ugye, mint egy erős vár, meg tudják védeni az e-cigaretta ellen induló kormányzati szintű támadásokat, illetve hát egy ekkora erőpotenciál az már képes arra, hogy mondjuk lobbizzon a politikában. Maga az ötlet az egyébként nem új. Én úgy tudom, hogy amikor az Egyesület alakult, már akkor szó volt arról, hogy megalakul a forgalmazók Egyesülete, amiről azóta gyakorlatilag két kósza hírnél többet nem hallottunk. Egyébként pedig nagyon jó lett volna, hogyha tényleg megalakul az a fajta forgalmazói egyesület, és mondjuk a magyar kereskedők nem egy ilyen darásfészekszerű dolog lenne, amiben ha belenyúlsz, akkor tövig leégeted a kezed. Nyilvánvalóan a piac működtet itt is mindent. Természetesen vannak nagyobb halak, vannak kisebb halak a piacon, és vannak szabadon úszó halak, tehát olyanok, akik olyan helyekre vannak bejegyezve, amik nem hogy Magyarországon, de még Európán is kívül esnek. Illetve van egy csomó olyan ember, aki 90 fokba működik, ezt hívják zugkeverőknek. Én egyébként a tegnapi napon megpróbáltam levédetni a zugkeverő.hu domén nevet, nyilvánvalóan készülve a Vanker-bunkerben megálmodott jövőmről, a jövőmre. És sikerült? Az igazság, hogy jó poénnak tűnt, aztán inkább hagytam a fönébe az egészet. Nincs levédve, tehát akárki még bejelentheti rá az igényét, hogy a zugkeverő.hu domén nevet levédesse. És ugye maga a dolog azért is rossz, mert nem csak a forgalmazók nem tudnak egy irányba menetelni, hanem a fogyasztók sem. És én mindig is azt gondoltam, hogy ebben az e-cigaretta kalandban, ami Magyarországon 4-5 évvel ezelőtt elkezdődött, higgyétek el, hogy amíg kevesen voltunk, semmiféle probléma nem volt. Ahogy a fórum átlépte azt a 2-2,5 ezres tagszámot, ahogy elkezdett bővülni a piac, a kereskedők területei, illetve elkezdtek gombamód szaporodni, ugye az utolsó egy év, egy-másfél évre, de inkább az utolsó egy évre rettentően jellemző, hogy gombamódra szaporodnak a kereskedők, főleg a netes kereskedők, tehát azok a kereskedők, akik egy helyben vannak, és minden nap ugyanott árulnak, azokkal semmi probléma nincs, de rengeteg olyan kereskedő van, aki interneten, nem tudom honnan megszerzett e-mail címekre küldözgetve valami borzasztó szar
szemétminőségű bevásárolt kínai szarra a házal, és pontosan tudjuk, hogy 2 hónap múlva vagy 3 hónap múlva már a domain sem lesz elérhető, amin addig működött. Na, szóval visszatérve ennek a baromi nagy kanyarnak az elejére, annak idején a Kárpát-medencébe 7 törzs jött be, ami egyébként 114 volt. Mi a picsától lenne ebben az országban egyetértés? Ez egy költői kérdés. Ugye? Ugye? Ez egy költői kérdés volt. Tehát átléptünk, most már pont abban a sávban mozgunk, amikor még nem vagyunk nagyon nagyok, de már átléptük azt a fajta határt, ami a családias, a mindenki ismer mindenkit, érted? Tehát a faluból átmentünk már egy ilyen kisvárosba, de még ugye nem vagyunk egy nagy város. Tehát pont abban a közegben mozgunk, amikor már van egy csomó ember, aki ugye ma volt éppen Facebookon egy ilyen bejegyzés, így jót mosolyogtam magamban, valaki megkérdezte, hogy a favorit shop megbízható-e. Hát mi röhögünk rajta, érted? De úgy belegondoltam, hogy szegénye, és akkor jó, hogy úgy szülöttek minden vicc meg, úgy, persze. Hogy ezt komolyan kérdezted, meg nem tudom, hogy szegény gyerek, hát egyébként meg ha életet most kezd el cigarettával foglalkozni, honnan tudja. Ugye a másik meg bevásárolt egy olyan webáruházol, aminek én, ha kinéztem az összes oldalát, ami létezik, sehol nem látom se a cégnevet, se azt, hogy hol a székhelye. És ez egy internetes áruház, egy magyar domén alá bejegyezve. Tehát nagyon sok ilyen történet van. Annak idején elkezdtünk egy megbízható shopok listáját csinálni, ami aztán elmaradt, nem igazán frissülgetett, bár erre történtek mostanában is kísérletek, de higgyétek el, és én ezt több olyan shoposnak elmondtam, aki a szemembe mondta, hogy de az Egyesület nem keresett meg minket. Hát fogalmunk sincs, hogy bivajbasznád alson valaki nyit egy boltot, vagy nem. Tehát ugye az kéne, hogy aki ilyennel foglalkozik, és ez hosszú távon tervezés, és a piacon akar maradni, akkor az jelentkezzen. És akkor fölveszük a levelezési listára, ne adj Isten, tényleg felújítjuk ezt a megbízható shopok című listánkat, és akkor ott meg lehet nézni, hogy ki az, akitől nyugodtan lehet vásárolni. Ugye most a Sóki, aki nekem az egyik kedvencem, a Charlie-nak nem annyira, de nekem igen, az egyik kedvencem, mert sokat dolgozik, és még fiatal hús, hát meg beletanul, meg nyilván, aki nem dolgozik, nem hibázik, szoktam mondani. Röcsög a mikrofonod, Charlie! Az nem én voltam. Nem tudom. Az egyébként tényleg nem csinál. Ők csináltak egy oldalt, ahol moderáltan pozitív és negatív tapasztalatokat meg lehet osztani a magyar kereskedőkről, függetlenül attól, hogy tehát nem tartoznak senkihez. Hát még most, vagy nincsenek befolyás alatt. És de csak moderáltan, tehát előbb megnézik, hogy mit írt, tehát nem írhatod be, hogy de az a szemét szarház, hanem nyilván jó, csak kultúrát innentől kezdve módon. Meg innentől kezdve meg az adminisztrátornak a hogy mondjam, a pártállásától függ az, hogy valamit elfogad-e vagy sem, mondjuk pozitív vagy negatív kritikaként. Tehát a human interfész benne van. Én azt gondolom, hogy be lehet tenni mindenféle hozzászólást, csak ők előbb lássák, és mondjuk, hogyha az sértő, vagy nem tudom, akkor kipontozza azt a részt. De önmagában a lényeg akkor is kiderülhet a hozzászólásból. Az meg, hogyha ha valakire irányuló hozzászólásokat nem fognak posztolni, az egy ilyen közösségben előbb-utóbb kiderül. Tehát nem hiszem, hogy ez lenne a céljuk. Az biztos, hogy nehéz és felelősségteljes dolog egy ilyen oldalt adminisztrálni, de csinálják. Tehát én nagyon sok sikert kívánok egyébként nekik ahhoz, hogy az oldal úgy működjön, ahogy működnie kell. Aztán majd látjuk, hogy mit hoz a jövő. Bele is bukhatnak. Tehát ez is benne van. De ha nem próbáljuk meg, akkor soha nem mondhatjuk, hogy de volt már ilyen.
Nekem az a meglátásom, hogy sokan vagyunk sokfélek az adminok között, mert engem is meginvitáltak a srácok adminkodni, és én valószínűtlennek tartom, hogy nagyon egy irányba elmehetne a történet, vagy hogy egy szem admin nagyon befolyásolni a megjelenő tartalmat ebből a szempontból, mert az nagyon hamar kibukna a többiek előtt. Na hát mindegy, reménykedjünk abban, hogy... Egyébként ehhez az egész blokkhoz tényleg csak annyit tennék hozzá, hogy egyrészt mi nem vagyunk baromi nagy hősök, én azt gondolom. Másrészt, én válaszolok abban a mondatban föltett kérdésekre. Tehát nem vagyunk baromi nagy hősök. Másrészt soha nem szítottunk semmiféle gyűlöletet senki iránt. Én azt gondolom, hogy az egyébként igen-igen súlyos, nem is tudom, konzekvenciákkal vagy tanulságokkal járó találkozóra is mindenkit meginvitáltunk, annak ellenére, hogy én magam is úgy gondoltam, hogy ezt nem így kellett volna megszervezni vagy lebonyolítani. Aztán azért nem fogunk eltűnni egyik pillanatra a másikra, mert teszünk valamit. Tehát ez nagyon fontos, hogy a podcast nem a mi szórakoztatásunkra készül, ez azért készül, hogy ezt mások hallgassák. Na most az embereket meg nem lehet letiltani arról, hogyha valamit érdekli őket, akkor ne hallgassák meg. Tehát lehet hónap indítani egy Facebook oldalt, hogy ne hallgassd a Charlie Fifika Mujóféle podcastet, mert káros az egészségre. Valószínűleg akit érdekel, az így is úgy is meg fogja hallgatni. És az, hogy mi mondjuk sokkal kulturáltabban kommunikálunk, mint más, és nem beszélünk folyamatosan nagybetűvel, az még nem azt jelenti, hogy nem állunk ki a saját igazunkért, vagy a közös ügyért. Mert bármerről is nézzük ezt a talicskát, mind a ketten ugyanannak a talicskának ugyanazon a felén állunk, és ugyanarra tójuk, csak másként. Tehát én abszolút megdicsérve érzem egyébként magunkat, hogy állandóan megemlítésre kerülünk, mert az azt jelenti, hogy egyrészt hallgatnak, és másrészt pedig számítunk valamit ebben. Én úgy érzem, egyébként olyanok dolgokban vagyunk, mint a szomszédok, meg a barátok közt volt régen, illetve most, hogy senki nem nézi, mégis mindenki napra kész. Ennek örülünk, és én annyit szerettem volna még hozzáfűzni, hogy az első mondat rész, ez a lehet itt mindenki baromi nagy hős, gyűlölködhet, meg acsarkodhat kedvére, csinálhat bármilyen podcast, és a többi, és a többi, és a többi. Ez, ha ezt a mondat részt én nem kiragadom, csak kiemelem sárga filccel, pont arra az emberre illik, aki ezeket leírta. Ő magából Che Guevarát csinál, gyűlölködik, köpköd, kitilt, nagybetűvel ordít, mindenkinek megmondja, hogy van, elmagyaráznám neked, de nem vagy elég tanult hozzá, hogy megértsd? Igen. Na, igen. Hát mi vagyunk, ez? Mi ez, ha nem lesajnálás? Na mindegy, lyukas kabátgombot nem adnék ezekért a kiemelt nagybetűs mondatokért, és az az igazság, hogy a véleményére sem vagyok kíváncsi. Egyébként meg kurvára mindegy, hogy mit mondasz, mert el fogsz tűnni a semmibe. Az, de hát akkor meg, tehát így járom én a magam utam, ahogy úgy gondolom, hogy helyes, meg ti is a sajátotokat, aztán majd lesz valami. Én egy tanulságot szűrtem ebből az egészből. Meg kéne csinálni, ne hallgassátok a Párosító Podcast Facebook oldalt, és negatív reklámmal az egekbe korbát és közben néznék a hallgatottság emelkedését. Vagy olyan bejegyzésekkel közé tenni mindenféle fórumokon, hogy betiltva, nagybetűve, betiltva, 500 felkiáltó jellel. Explicit lyrics. Igen, ne hallgassátok, mert meghaltok. És utána szerintem le is rohadna a szerver heteken belül, mert hát ez tiltva van, ez az édes gyümölcs. Úristen, tudod, és akkor 3 nap múlva kapsz egy telefont, és így csörög a telefonod, ránéz, Párásító. Jézusom! Jaj. Kampókész, kampókész.
Hú, de van itt egy következő pont, ami nagyon-nagyon gyomros és nehéz. Kezdjük az elején, mert te ott voltál az elején, hogy Igen. ugye Igen. ez egy hétvégi találkozó volt, az alföldi gőzlovagok Az AGA asztaltársaságában, rendezésében. igen, Igen. Dudusnak a haciendáján volt, és ő meghívott minket a saját kis privát szférájába, hogy ott bográcsoljunk, egyet sütögessünk, beszélgessünk, gőzöljünk, váltsuk meg a világot, és fogyasszunk megfelelő mennyiségű folyékony italt, vagy pálinkát. És nagyon jó hangulatú volt ez az egész összejövetel, rengeteg olyan emberrel találkozhatott, régi, új, aki nem találkozott még a másikkal, vagy régóta nem találkoztak. Megfejtettük az élet értelmét, ugye 42, Így van. meg hogy vajon miért nem párhuzamos Gergő módja, és ilyen hülyeségekkel mulattuk az időnket. Én most már tudom, hogy Dudus honnan szokott hangoutolni, most már kontextusba tudom helyezni a helyet is. Beülhettél a főnöki székbe. Nem, azért van itt respekt. Én nem ültem bele, az Abdul volt. Az Abdul volt, Abdul igen. volt az a kutya, aki beleült. Én nem. Úgyhogy nagyon jó volt. Tartalmas beszélgetések is voltak. Számomra kicsit fura volt, hogy pont az elnök elpucolt még világosban. Bocsáss meg, azt nem tudod, hogy rosszul lett a nejem. Hát azt mondtad, tehát... nekem olyan vidáman, akkor a nejed remélem most nem fogja hallgatni, olyan vidáman nem adtad szoktam. Elő, hogy már megint nem. a nők miatt mennünk kell. Nem. Rosszul lett a nejem, tehát gyakorlatilag örültem, hogy haza tudtam vele érni, de ezt nem részletezném, tehát azért nem azért nem maradtam, mert nem akartam, mert nagyon szívesen ott maradtam volna hajnalig. De hát ugye ez megint az a dolog, hogy az ember nőve másképp mozog, mint nő nélkül. Ugye? Ha igazi férfi lettél volna, odahajítod a kocsi kulcsot, és azt mondod, asszony, hajts! Nem, sajnos nekem kellett hazavinni. Igen, elég korán eljöttünk, de én már reggel 9 órakor ott voltam, hogy segítettem sütni, főzni. Igen? Vagy csak később elmentetek valamiért? Na mindegy. Nem, egy 9 óra, 0-0, ott voltunk Dudánál. Együtt raktuk fel a bográcsot, a barbecue már akkor fönt volt, ugye ez egy 8 órát sülő. Most azt a bográcsot mondtad egyébként, amiért utána el kellett menni nagyobb bográcsot igen, venni? Igen. Tehát ez a úgy kezdődött a recept, hogy védj egy kis bográcsot. Pakold meg, azt amikor látod, hogy nagy, akkor menjél a Tesco-ba, vegyél egy nagyobbat. Tehát, és nagyon finom lett egyébként a bográcsos. Tehát. Jó volt. Elmentetek, és a sötétben lemaradtál. Először, hát Béla nem énekelt, szerintem kicsit feszélyezte a családi légkör, hogy ott volt gyerek, feleség, és nem úgy ment a bugi, ahogy kellett volna. Hát vagy a reflektor hiányzott neki. A reflektor az volt, most jó, hogy szóba került, mert először Bélának az origennyét gyújtottuk föl újból, újfent egy kétaksis konfiggal, és egy pillanatig ő is őszintén nevetett rajta. Csak aztán megkérdezte, hogy kié a kazán. És amikor meghallott, hogy hát ez a tiéd, Béla, hát kié lenne, na hát akkor ott egy picit bepipult, le akarta venni róla, az úgy rájött, hogy nem égette meg magát, csak tudod, ilyen gyorsan megnézte, tehát az úgy forró volt, akkor leszedtük neki. Majd utána, a már sokat próbált Dudának vettük elő az origennyét, és abból csináltunk fáklyát, de Gergővel úgy döntöttünk, hogy hát ezt még lehet fokozni, és hogyha a láng az kisebb, mint 10 centi, akkor ez bizonyára nem férfi munka, úgyhogy fogtuk a vodkát, és azzal gyújtottuk be. De várjál, én úgy tudom, hogy a Matyi origénje is áldozatul esett a ténykedéseteknek, nem?
Nem tudom, szerintem ez a Dudáé volt. Nem, nem, Akkor ez nem. a Matyié volt. Az a Matyié volt. Tehát Darab, darab. azért aljasságból most sikerült. Darab, Két darab. komplet Origen teljes tömítés készletét szerintem meg kéne küldeni ennek a két embernek. Dehogy is, Hogyha... dehogy is. Nem lett Dehogy. annak semmi baja. Tehát most mondom mindenkinek, aki legközelebb e-cigaretta találkozóra jön, aki meglátja a Charlie Origennyét, az fogja, rakja el, és utána fákiát csinálunk belőle. Megnézzük, hogy milyen őszinte lesz a mosoly. Teljes a lelki nyugalommal. Nincs az a vatta feneketek alatt, amiből a fákját meg tudnátok oldani. Ó, nem ismerettem a mi probléma megoldó képességünket. De Tehát egyébként képes nagyon leszek látványos volt. Petróleumos likvidbe oda menni. Na, ezen gondolkoztunk a Gergővel, aztán ugye megláttuk a... Ja, Béla ezért is pipa lett, hogy a drága vodkámat ellocsoljátok. Aztán Gergő mondta, hogy tartsd egyenesen, tartsd egyenesen. Hát mondom, az én kezemet öntöd le, az is begyullad. De majd óvatosan öntöm. Na, gondolhatod, milyen óvatosan öntötte. De hát egy ilyen látványos 15-20 centis fákja lett belőle végül is. Úgyhogy szimpi volt a dolog. Hát neked. Maradtam le, basszus. Hát lemaradtál erről, de cserébe megmaradt az egy darab készüléked, ami volt, mert hát azért a jókedv után mindig kell a balansz, és jön a sírás is. És sajnos ez csak másnap derült ki, hogy az egyik... kazántársunk, nevesítsük őt a Lolokének. Hát egy nem gyenge szettje tűnt el. És próbáltunk jó hiszeműek lenni, és azt gondolni, hogy ott a fűben, borban, bárhol az ember meggondolatlanul elhagy egy Typhoon I-t és rajta egy eredeti GT-t. De hát így az idő azt mutatja, hogy nem. Hát az sajnos olyan ember is keveredett. Én még mindig bízom abba, gyerekek, tehát mielőtt folytatnád, én még mindig bízom abba, hogy azt nem ember vitte el. Érted? Vagy, hogy még van olyan ember, aki elment nyaralni, hát nem vette elő a hátizsákját, az a baj, nem hogy én nézte is így még voltam. Át a, tehát nem tudom miért. Ahogy hazajöttem, utána egyből mentünk le a Balatonra, és nekem 4-5 napig, én hozzá, nem is nyúltam hozzá, kivettem a sajátomat, ami kell, aztán azzal elindultam. De figyelj, itt már a Dudus végignézte a kertet, a szemetet kiforgatta, a kukát. Gondolhatod, hogy másnap a maradékos kajástálaknak milyen szaga volt. Duda kiforgatta, mindenhova benézett, már jött a hülyeség, hogy hát a kutya elcibálta, vagy a kutya megette, vagy, és akkor itt van neki egy Yorkshire Terrier, ami egy picit nagyobb csak, mint a Typhoon I a GT-vel, meg egy másik hasonló kaliberű kutya, tehát tudjátok, mint a vízbe, hogy mérjük csak le azt a kutyát, na, most már megvan az áj, de hol a kutya? Hát ilyenek, és igazából nem is tudta akkorára kinyitni a száját az a csóri kutya, mint amekkora az átmérője a készüléknek. Mindegy. A tényekre szorítkozva eltűnt a készülék, eltűnt a kazán, és a mai napig nincs meg. Lehet itt filozofálni, hogy mi vagy hogy. Ha a legrosszabbból indulunk ki, akkor valaki közülünk lop. Vagy nem elég körültekintő, de most már abból a felzúdulásból, ami körbepörögte a magyar fórumot, nem hiszem el, hogy bárki merne állni azzal, hogy véletlen volt, mert mindenkivel benne lenne a kis. Jó, de még mindig meg lenne a lehetősége arra, hogy elmegy a postára és föladja, mert ugyan kér a posta föladót, de oda beírhatod, hogy kis Béla, Devecseri utca 2, az hello. Jó, hát Fifika, akkor most lesz lassan egy hete, jelentsük akkor ki, hogyha ez mondjuk szombatig nem realizálódik, akkor ez már nem lesz meg, szerintem. Ne így legyen, de mindegy. Ahogy most áll, nem is ezt akarom belőle kihozni, most úgy néz ki, hogy nincs meg, és nem is lesz meg, és nem is ez a lényeg, mert... Most majd mindenki szerintem nagyon óvatos lesz ezek után, hogy kit enged be a saját otthonába,
és ki az, akiben megmer bízni ilyen szinten. Hát ez egy nagyon negatív fejlemény mindenképpen. De, igen, volt, de mondja Charlie. De a, kezdjük a rosszabbikkal. Megint jött a karvaj, a két lábon járó rossz indulat, és ebből is annyit tudott leszűrni, hogy gyerekek, nem kell izgulni, hiszen egyesületi berkeken belül marad. És ez valami roppant gusztustalan hányingerkeltő bejegyzés volt tőle. És le is maradtam. Lemaradtál róla. Nem vesztettél sokat. A másik viszont, hogy a közösség egy emberként felállt, és azt mondta, hogy akkor enyhítsük a károkat, és egy ilyen nem becsületkassza jellege, mindenki a lehetőségeihez mérten adjon pár forintot, és dobjuk össze akkor Lolokének a készülékre valót. És úgy tudom, hogy össze is jött már. Igen. Ez alatt a 4 nap alatt. Tehát 1000, 2000, 5000 ilyen forintokat bedobáltunk. A nagy több, most gondolj bele, tehát nem kevés ember, mert a legtöbb ember, én is 1000 forintokat adtunk, és így is összejött. Dudus annyit vállalt, hogy ő beszerzési áron akkor egy készüléket biztosít erre a célra. Tehát így, ilyen szempontból ő a bónuszával, vagy hogy mondják ezt, a nyereségével adózott a dolognak. Gondolom, hogy neki is roppant kellemetlen volt egyébként, hogy ez pont nála esett meg. Viszont azért jó volt látni, hogy ennyire összefogott a közösség egy emberként, és nem tudom elképzelni, hogy milyen érzés lehetett Lolokének, de állítólag nagyon meghatott, hát nem állítólag, meghatotta a dolog, és nagyon jól esett neki, és aztán ugye a köpködés miatt egyből ki is hátrált volna belőle, azt viszont a közösség nem hagyta. Nem hagyta. Tehát igazából én azt mondtam, hogy Lolokének, hogy erre a mód, tehát erre, hogy most mi összedobtuk ennek az árát, erre nem neked van szükséged. Erre a közösségnek van szüksége, hogy érezze, hogy közösség. Érted? Tehát ez a szar történetben ez a nagyszerűség, hogy olyanok is, akik ott se voltak. Olyanok is, akik név nélkül lehet, is. Hogy személyesen, név nélkül is. És tényleg nagyon sokan azt mondták, hogy ja, hát most egy ezres érted, és akkor mégis ez egy ilyen kármentés, de tisztán látszik belőle, hogy a közösségnek mekkora ereje tud lenni. És ez egyébként látszik mindig, amikor a karácsonyi tombolát csináljuk, amikor arról van szó, hogy valami jó ügyet kell szolgálni, akár az FV, akár mi kapcsán. Azért még ebben a közösségben a vérgőzők, az igazán keménytökű vaperek azért még mindig képesek arra, hogy összefogjanak, hogy egy közösséget alkossanak, és példát tudjanak ezzel mutatni. Tehát, vagy üröm az örömben, hogy azért, ha nincs ez a nagyon gusztustalan, nagyon rossz indulatú, magyarkodó komment, akkor szerintem Lolokénél sincs ez a visszakozás, illetve amit úgy az utolsó pár napban leszűrtünk, hogy azért volt náluk családon belül ebből konfliktus, hogy elfogadja-e, ne fogadja el, és nekünk bennünk ez föl sem merült, de ez az egy rossz indulatú komment ezt el tudta indítani, és remélem, hogyha hallgatja, akkor belegondol, hogy milyen családi patáliát Nem, idézett Csali, elő. Ahhoz ő túlságosan tanult. Túlságosan tanult. Én meg túlságosan tanulatlan vagyok hozzá, úgyhogy nyugodtan leszarhatom. Na mindegy. Én úgy gondolom, hogy a közösség mínusz az az egy fő, hogyha arról van szó, akkor jelesre vizsgázott. Én büszke vagyok rá, hogy ennek a közösségnek a tagja vagyok, és hát csak remélni tudom, vagy hogy is mondjam, hogy ez bárki másért is
megtettük volna, aki ott volt, és nem azért, mert X vagy Y volt az, csak azért tettük ezt meg. Én azt merem gondolni, hogy ezt bárkiért elkövette volna a társaság. Azért azt ne felejtsük el, hogy ugye a hógolyót a lejtőn azt az Ink indította el a gyűjtés kapcsán, mint a sokat köpködött, mondjad már, Maniac. Snob és a Maniac Topic megalkotója, aminek azért igen sokan tagjai vagyunk, és gyakorlatilag én az Inkvi hatására kezdtem el drágább kazánokat használni, ezt most már azt hiszem így bemerem vallani, és igazat adtam neki abban, hogy azért kell drága kazánt venni, mert ha nem tudod megtekerni, akkor nem fogod a ötödik próbálkozás után kivágni az ablakon, mert ahhoz drága, és akkor addig tekered, amíg jó nem lesz. Ebben abszolút igaza van, de közben azért változott ugye a helyzet, mert a kínaiak meg sajnos egyre jobb másolatokat gyártanak. Úgyhogy ennyi. Ez tényleg most már sznopsága az, hogy valaki drága kazánokat, készülékeket használ. Vagy márka hűség. Vagy márka hűség, de teljesen mindegy, tehát ebből a szempontból teljesen mindegy. Na hát, az e-cigaretta technikai csúcsát ezek képviselik, és hogyha nincsenek olyanok, akik ezeket megvásárolják, akkor nem fejlődik az e-cigaretta. Tehát azért ezt a vonalat is végig kell gondolni, amikor mondjuk valaki azt mondja az Inkvire, hogy mert az mindenféle drága szart megvesz. Igen, csak ha ő nem vette volna meg annak idején a Kaifunokat, akkor te most nem szívnád a kínai Kaifunt. Ennyi. Hát ott inkább én a Gergőt gondolnám ebből a úgy, szempont, hogy ebből a Gergőnek van 50 kazánja, tehát ő... ebből a szempontból tök mindegy, mert az Inkvihez hasonlító emberekről beszélünk, tehát, és miután ő csinálta a Maniac Vapors-t, ezért őt hoztam fő példaként. De igen, tehát hogyha nem lettek volna olyan emberek, akik Typhoon szívnak eredetét, Kaifun szívnak eredetét, ha nem hype-olták volna, nem csináltak volna róla videókat, és mutatták volna meg a magyar vaper közösségnek, meg úgy általában a világon ugye ezek az emberek, nem ezt csinálták volna, akkor nem lenne a kínai olcsó másolat se, mert a kutyának nem kéne, vagy nem lett volna, nem fejlődtek volna idáig a kazánok. Hát mondjuk az eredeti témától most jól elkanyarodtunk, tehát igen, vannak ezek az emberek, meg vannak azok, akik esetleg úgy állnak a máséhoz, hogy az lehetne az enyém is, úgyhogy nem kell érte fizetni. Úgyhogy remélem, hogy az ilyet ezt záros határidőn belül kidolgozza magából a szervezet, mint egy... Egyrészt, másrészt meg azt kívánjuk itt mind a hároman nyilvánosan, hogyha ezt valaki elvitte, akkor hegedjen össze a drip tipje. Egy büdös kanyi levegő ne jöjjön ki a kazánjából, és az összes akkumulátor folyjon össze-vissza mindenébe. Az az igazság, belegondoltam én is a dologba, és engem nem... Szerintem a lölőke most azt érzi, mint én. Szerintem. Engem nem... hogy mondjam, anyagilag kárpótolni lehet, a bizalmat már nem, illetve én is vagyok annyira köcsög, hogy tulajdonképp nem csak azért veszek meg valamit, mert jó, hanem ha megveszem, akkor már szeretek ott lenni az első sorban. És nem tudom, hogy milyen sor, most az enyémből indulok ki. Ha nekem ellopnák a 063-as I-t, a büdös életben nem lesz ugyanez a sorszámom. És már egy 258, vagy egy 600-val, most éppen vettem még egy Typhoont, vagy egy GT-t, és úgy meglepődtem, hogy az első szériát vettem, az 590 volt, valahogy így. Most valami 3000-es sorszámmal, vagy 4000, vagy 5000, így ment a kazán. Hát az nem ugyanaz, na. Nem ugyanaz. Hát így a tudat. Hát igen, a tudat. És hogy az, amiért te megdolgoztál, mert gondolom, hogy lölökék sem izzadják, meg szarják a pénzt, azt esetleg más jó ízűen szopogatja otthon a dripjét.
ami ugye hegedjen be. Igen, és folyjon ki az akkumulátor. Meg az összes likvidje, ne álljon el sose. Úgyhogy érdekes hát igen, lesz, érdekes igen, lesz ezek a... után mondjuk egy soproni több napos. Ez egy picit a 22-es csapdája. Hogy és akkor Jézus Mária, most nézem. Istenem, majdnem másfél óra, de most már poncsóra megint nem maradt idő. Hát pedig túl öcsém, sokat beszéltem. 5 O betűvel írtad ide a show notes-ba, hogy poncsó. Na, látod, poncsó, én akartam. A témák elragadtak minket, igen. Mindegy. És az antiplatformról se beszéltünk, de most már az is mindegy. Hát, mindegy. Vagy most beszéltem róla? Most beszéltem róla. Ja, lehet. Ennyi elég is volt. Na jó van. Szerintem akkor fűzzünk rá, és annyiszor előkerült ez a történet, hogy akkor lehetne ez is, ez hisz stílszerűek vagyunk, a 22. adásnál járunk. Tehát ezt tudat alatt ott volt bennetek. Csapdája. És akkor ez lesz a 22-es csapdája, meg poncsóé, de a 22-esé mindenképpen. Úgyhogy én lezárnám itt egy nagy csapóval, és örülök neki, hogy itt voltatok, beszélgettünk újra sok-sok értelmes dologról. Köszönöm szépen, jövő héten találkozunk. Sziasztok! Köszi szépen! Sziasztok! Sziasztok!